Sziasztok! Ma bemutatom nektek Kulcsár Tibort, akit körülbelül egy másfél évvel ezelőtt ismertem meg, ő a Kurszoknak a vezetője és tulajdonosa. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtok tőle tanulni, mind elméleti, mind gyakorlati, tapasztalati szinten óriási tudása van. Úgyhogy ma a vállalkozásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy magadat és a cégedet azt, hogy vezetted el erre a szintre, ahol most tart és tartotok. Sziasztok! Csapjunk bele! Rendben! Tehát az első kérdésem az lenne, hogy milyen félelmeid voltak még a kezdetek kezdetén? Nekem nem voltak félelmeim. Azért azt kell tudni, hogy én 30 éve kezdtem, akkor egy egész más világ volt. Nem volt mitől félni, hiszen a semmiből jöttünk. Ahogy az Omega énekelte, az életemen kívül nem volt mit vesztenem. Tehát nekem nem volt egzisztenciám, nem volt jó állásom, nem volt nagy házam, nem volt mit vesztenem. Komoly. Akkor azt meg se kérdezem, hogy hogy győzted le a félelmeidet, mert ilyen nem volt. Bennünket a gazdagság hajtott, tehát az a vágy hajtott, hogy gazdagok és szabadok legyünk, és ez a vágy ez sokkal erősebb volt, mint bármilyen félelem. Nyilván az ember az ismeretlentől fél, de nem az a kérdés, hogy félsz-e valamitől, hanem hogy mi az elérhető eredmény, és mi az elérhető veszteség. És akkor félsz, hogyha az elérhető veszteség az nagyobb, mint az elérhető nyereség. Tehát, hogyha neked van egy nagyon jól fizető állásod, akkor félsz belevágni egy vállalkozásba. Ha egy rosszul fizetett, unalmas állásod van, akkor nincs mitől félni otthagyni. Igen, tök jó. Emlékszem, amikor először voltam az egyik ilyen tréningeden, előadásodon, akkor pont ezt is megemlítetted, hogy ha valakinek van egy olyan munkája, amiben úgy el van, tehát hogy nincs olyan problémája, hogy ne élne meg, vagy bármilyen ilyen extra dolog, akkor nem fogja megcsinálni. Tehát, hogy akkor nem lesz az, hogy mellett ő elkezd egy vállalkozást, és akkor az felépíti óriásira. Mert nincs meg az a drive, az a motiváció, hogy az felhúz óriásira. Igen, pontosan így van, mert ő már jól él. Tehát a vállalkozás az a rosszul élő embereknek van. Ugye az divat, hogy mondjam, divatból vállalkozni, és ez egy nagyon rossz motiváció. Tehát vállalkozni pénzéhességből kell, mert ez a divatvállalkozás, ez mindig bajt fog okozni, tönkre fogja tenni az embereket. Tehát azt látom, hogy a mai fiatal vállalkozók azok nem, hogy megerősödnének a vállalkozásban, tönkre mennek a vállalkozásba, mert bennük nincs motiváció. És ezt szerinted mondjuk mi az első lépés, hogy ezt a motivációt ezt meg tudják találni önmagukban? Hát nem fogják megtalálni, tehát most nem fogok varázsszavakat mondani. Egy újságnak ezt mondtam, és talán legjobban ez fogalmazza meg a problémátokat, a te korosztályodnak a problémáját, hogy túl jól éltek. Tehát gazdagok vagytok, hihetetlen kényelmes az életetek, mindent megkaptok készen, ingyen. Ti belőttek nem lesz jó vállalkozó, mert nincs motivációtok. Értem, és akkor azt gondolod, hogy ez így a 100%-ra igaz, vagy azért vannak kivételek? Hát biztos vannak szegények közöttek, tehát én azt gondolom, hogy aki szegény és előbbre akar jutni, az sikeres vállalkozó lesz. Uh-huh. Aki már jól él, aki már megtakarítása van, akinek van lakása, abból nem lesz jó vállalkozó, mert nincs, ami hajtsa előre. Értem. És milyen szokások, milyen ilyen apró dolgok szükségesek ahhoz így a mindennapokban, hogy valaki mégis megszerezze azt az attitűdöt, vagy azt a magatartást elsajátítsa, hogy fel tudjon építeni egy vállalkozást? Ez egy jó kérdés. Még egyszer, tehát egy dolog fog sikeressé tenni valakit, hogyha nagyon gazdag akar lenni. Tehát ha te már jól élsz, akkor miért kockáztatnál? Akkor miért vágnál bele olyan dolgokba, ami kényelmetlen? Ha te jól élsz, akkor miért vállalnál konfliktus? Miért rúgnál ki valakit a cégedből? Miért kelnél fél reggel 6-kor azért, hogy menj a munka után? Tehát nagyon jó dolog a világot megváltani, de azért a világ megváltáshoz nem fogunk konfliktust fölvállalni. Tehát amikor arról van szó, hogy van egy szintén tipikus példa, talán neked is mondtam az előadáson, hogyha van egy 50 éves alkalmazott, akinek van egy időnevel két gyereket, azt, hogyha azt nem fogod kirúgni, mert nincs olyan erős célod, ami miatt ezt megtett.
Csak az lesz sikeres, aki sok pénzt akar keresni. Tehát aki nagyságrendekkel többet akar keresni, mint amit most keres. Tehát hogyha valaki most keres 500 000 forintot, akkor ő nem lesz olyan, nem lesz jó vállalkozó, hogyha akar mondjuk 600 000-et keresni. Mert az ugye az, amit vesztesz? Ott már sokat vesztesz. Igen. Akkor lesz jó vállalkozó valaki, hogyha mondjuk nem havi 500 000-et akar keresni, hanem mondjuk havi 20 milliót akar keresni. Igen, igen. Van még egy probléma, hogy a mai generáció, mai fiatalok szégyelnek gazdagok lenni. Tehát azt tapasztalom, hogy ők igazából hirdetik, hogy ők nem akarnak gazdagok lenni. Most ha nem akartok gazdagok lenni, akkor minek vállalkoztok? Uh-huh. Hiszen a vállalkozás még egyszer egy dolog érdemes csak csinálni, a pénzért. Semmi másért. Mert a vállalkozási tevékenység összes többi része az rohadt unalmas és rohadt kockázatos. Tehát nem jó vitatkozni a NAV-val, nem jó vitatkozni az alkalmazottakkal, nem jó vitatkozni az ügyféllel, nem jó pénzbe hajtani, nem jó a számlákat bújni, nem jó a könyvelővel vitatkozni. Tehát vállalkozni az egy rohadt unalmas és rohadt, hogy mondjam, negatív dolog, vagy egy ilyen nem jó dolog. Értem. És hogyha szereted azt, amit csinálsz? Az nem érdekes, mert az nem vállalkozás. Ha szeretsz sütni, akkor menj el szakácsnak vagy séfnek. Tehát a vállalkozás nem arról szól, hogy valamit szeretsz csinálni és azt csinálod, az az alkalmazott. Tehát hogyha valaki szeret kenyeret sütni, az menjen el péknek, még egyszer mondom, az ne vállalkozzon. Ha te szeretsz embereket foglalkozni, akkor te menjél a trénernek, de ne legyél a vállalkozó. Akkor menjél egy tréner céghez és foglalkozol emberekkel. A vállalkozó az nem arról szól, hogy milyen szakmai munkát végzel, hanem arról szól, hogy hogyan intézed a vállalati teendőket. Tehát tök mindegy, hogy te tréner vagy, vagy pék vagy, vagy szoftveres vagy, ez nem érdekes. Az a lényeg, hogy te milyen könyvelő vagy, hogy te milyen marketinges vagy, te milyen jól tudsz tárgyalni a NAV-val, milyen jó értékesítő vagy. Tehát ez a vállalkozás, és nem az, hogy valamilyen szakmát van. Világos, világos. Jó, akkor tegyük fel, hogy ez megvan. Igen? Azokban, akik nézik, hogy ők gazdagok szeretnének lenni, pénzt akarnak, sokkal több pénzt akarnak, mint mondjuk ami most van, igen, meg mint amit meg tudnak jelenpillanatban keresni. És megvan ez a drive, de hogy fogjanak bele, mik azok az első lépések, amit érdemes megtenni, és tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy azért ott is van egy félsz az emberben. Benned nem volt, de azért sok embert ismerünk, akiben van. És hogy ő nekik mit tanácsolná, hogy ugorják ezt meg. Na, ez egy jó kérdés, előbbre léptünk. Tehát, hogyha tényleg gazdag akarsz lenni, akkor keres egy olyan tevékenységet, amivel gazdag tudsz lenni. Tehát ne azzal foglalkozz, amivel szeretsz, hanem azzal, amivel sok pénzt lehet keresni. Tehát keresd meg azt a tevékenységet, tehát mondok egy példát, hogyha te akarsz havi 20 milliót keresni, akkor jellemzően neked a cégednek a bevételnek kell lenni havi 100 millió, meg kb. 20%-os nyereséget tudsz hozni. Tehát akkor keres egy olyan tevékenységet, amivel tudsz havi 100 millió forint bevételt elérni, hogy neked havi 20 millió maradjon. Ha 10 milliót akarsz, akkor keres egy olyan tevékenységet, amivel havi 50 milliót akarsz elérni. Tehát ne azzal vállalkozz, amit szeretsz, hanem abba vállalkozz, amivel ezt a bevételt el lehet érni. Tehát én nem azért vagyok szoftveres, mert hogy én nekem ez volt az álmom, hogy szoftveres legyek, hanem azért van szoftvercégem, mert én azt láttam, hogy szoftverből lehet annyi bevételt elérni, hogy én gazdag legyek. Ha azt láttam volna, hogy ajtófélfából lehet ennyi pénzt elérni, akkor én ajtófélfa kereskedő lennék, vagy asztalos lennék, vagy bármi lennék. Értem. Ez tudod miért nagyon érdekes? Na miért? Mert ugye, hogyha most bemegyünk a YouTube-ra, a social médiára, bárhová, akkor ugye az ömlik szembe, hogy csináld azt, amit szeretsz, és hogy nem is a pénz számít, és a többi, tehát gyakorlatilag a szökes ellentéte ugye annak, amit mondasz. Hál' Istennek, igen, ezért nincs konkurensem. Tehát én nagyon, számomra nagyon jó, hogy ez most a trendi, mert így nincs konkurensem, mert aki szoftverrel kezd foglalkozni, az nem akar nagyobb lenni, mint a Kurzsoft. Ő igazából el akar lenni, mint szoftveres, van havi 1-2 millió forint bevétele, pont nem lesz konkurensem. Az már a ti problémátok, hogy ezt hogy oldjátok meg. Világos. Jó. Jó, rendben, akkor lépjünk még egyet tovább, hogy akkor megvan az, hogy gazdag szeretnék lenni, megvan az, hogy akkor jó, ezen a területen én ezt meg is tudom csinálni, azt a nyerességet, amit szeretnék ugye kitermelni magamnak és a családomnak egy hónapban. Jó, akkor mi a következő lépés? A következő lépés, hogy ezért dolgozni kell. De ez tényleg a harmadik lépés, és talán egy sorrend is rossz, hogy az emberek elkezdenek dolgozni, aztán gondolkodnak, hogy
abból lesz-e pénzem, aztán akarok-e pénzt. Tehát az első, hogy akar gazdag lenni, a másik, hogy keresd meg azt a tevékenységet, amivel ezt a pénzt el lehet érni. És a harmadik az, hogy kezdj el dolgozni. Tehát kezd el, nyilván első következő hónapban nem lesz meg a 100 millió bevételed, de kezdj el azon dolgozni, hogy hogy éred ezt a bevételt. Tehát, hogyha te, neked az álmod, ez a havi 100 millió forint, és most nullán vagy, akkor tervezd meg, hogy akkor azt jelenti, hogy jövő hónapban hozok 1 millió bevételt. A következő hónapban 2 millió, 3 millió, 4 millió bevételt. Tehát meg kell tervezni, mondjuk a következő 3 évben, vagy amennyit tervezel, mikor éred el azt a bevételt. De nagyon sokan nem hajlandók ezt megtervezni. Tehát elindulnak, nagyon érdekes, hogy a vállalkozásnak van két könnyű része, meg egy nehéz része. Az eleje könnyű. Tehát könnyű elkezdeni vállalkozni, bejön 1-2 millió forint, halleluja, azt hiszük, hogy minden rendben, ez a része könnyű. A neheze utána jön. Tehát a neheze ott van, és mindenki láthatatlanban mondom, hogy minden hallgató ott akad el, hogy van mondjuk havi 1-2 millió forintja, vagy mondjuk évi 8-10 millió forint bevétele, és ez könnyen eléri. Egy év alatt el lehet ezt érni. A probléma ebből az évi 10 millióból az évi 100 millió, vagy az évi 500 millió. Na ez nagyon nehéz. Igen. Aztán majd a végén megint könnyű, mikor már van 1 milliárd forint bevételed, akkor már könnyű növekedni, mert akkor van egy erős csapatod. Tehát ez nagyon nehéz, és ezt szigorú tervezéssel lehet csak elérni, amikor kitűzöd magadnak, hogy első hónap 1 millió, második hónap 2 millió, harmadik hónap 3 millió, és így elérd ezt a bevételi tervet. Nyilván közben vigyázni kell a nyeresség százalékra, ami nyilván nem az első hónapban fogod elérni a 20%-ot, hanem mondjuk egy év után, de erre figyelni kell. És még egy nagyon fontos dolog van, amit megint ma nem csinálnak a fiatal vállalkozók, nem értékesítenek. Tehát azt tapasztalom, hogy nem annyi a bevételük, amennyit ők akarnak, hanem ennyi rendelés van. Tehát nagyon fontos, hogy kitűzd a bevételt, és azt érd is el, tűzzel, vassal. Tehát a vállalkozónak a legfontosabb tevékenység az értékesítés. Világos. Tehát nem az, hogy mivel szeretsz foglalkozni, hanem az értékesítés. Igen, igen. Igen, speciális értékesítés, hogy ugye el tudjuk adni magunkat, az a legeslegfontosabb skill szerintem igen. A világon. Aztán, hogyha magamat el tudom adni, akkor gyakorlatilag szinte bármit el tudok adni. Igen, bár én azt gondolom, hogy nem magunkat kell adni. Ez megint egy ilyen divat, trendi dom, hogy add el magadat. Magadat ne add el. Tehát senki nem akar téged megvenni. Ez csak az egód mondatja. Tehát az a baj, hogy a mai vállalkozók tele vannak egóval, és mindenki önmagát fényezi. Nem magadat kell adni, a termékedet kell eladni. Uh-huh. Világos. Jó? Ezt tudod miért nem kulcs Airsoft? Igen. Ezért. Hogy nem magadat add el. Nem, én a szoftvert árulom. Uh-huh. Tehát én mindig szoftvert adtam el, és nem magamat. Világos. Jó, rendben. Ez egy nagyon jó üzenet volt, ez nagyon szimpatikus volt, hogy ugye azt mondtad, hogy az elején van benne kőkemény munka, vagyis az elején még viszonylag könnyebb, aztán kőkemény munka, aztán utána megint átvált egy ilyen könnyebbe. Vagy ez egy tök jó tapasztalat, hogy ezt így el tudod mondani. És a kérdés, ami így erre épülne, hogy vannak-e olyan rituáléid, mondjuk felkelésnél, amit minden egyes reggel megcsinálsz. Tehát olyan dolgok, akár reggel, akár este, akár napközben, ami neked egy rendszerré vált az életedben. Igen. Fölkelsz, tervezd meg az aznapi bevételt és érd el. Tehát még egyszer, attól, hogy te háromszor kelet felé nézel, vagy csinálsz két fekvőtámaszt, abból nem lesz semmi bevételed. Tehát neked minden reggel úgy kell felkelni, hogy megtervezed, hogy mi az arra napra eső bevétel, és addig nem mész haza, amíg azt el nem érted. Ez a rituál egyedül. Értem, világos. Jó, tök jó. Jó, és most így kérdés nélkül, mert még egy nagyon fontos kérdést azt fel szeretnék neked tenni, majd a végén, viszont most így mik azok a dolgok, vagy akár egy olyan dolog, amit te így nagyon fontosnak félsz. Tehát amit így a mostaniakon kívül így szívesen üzennél a nézőknek, hogy ők vállalkozni szeretnének, megvan már a cél, megvan már az a nyeresség, amit kinéztek maguknak, mondjuk el is kezdtek benne dolgozni, de mi az a tanács, amit adnál nekik? Uh-huh. Hát a legfontosabb tanács az, hogy ezt írják le. Mert azt tapasztalom, hogy szóban mindenkinek megvannak ezek, csak leírva nincs. Tehát írják le, mi az a tevékenység. Írják le, hogy következő 3 évben, melyik hónapban mennyi bevételt érjenek el,
és írják le, hogy melyik nap értékel, melyik nap nem értékel. Ez nagyon könnyű kiszámolni, hogyha nekem kell havi 20 millió forint és 20 munkanap van, akkor július 1-én 1 millió forint bevételnek ott kell lenni. Július 2-án 2 millió forint bevételnek kell lenni. Tehát, hogy ezt le kell írni, és ezt minden nap, és akkor esti szeánszot is mondok, este számon kell magadon kérni. Tehát, hogyha neked az a terved, hogy júliusban 20 millió forint bevételt érsz el, mert itt tartasz, akkor hozd el napra lebontva, és minden reggel ezt vésd magad elé, olvasd fel magadnak, hogy ma kell 1 millió bevételt hoznom, és este kérd magadon számon, hogy 1 milliónál több vagy kevesebbet hoztál. És mindig kumuláltan számolt, másodikán reggel azt mondod, ma is kell 1 millió forint bevétel, és azt mondod, hogy összesen 2 millió bevétel kell, és este megnézed, hogy két nap eltelt júliusból, megvan a 2 millió forint bevétele. Ha ezt a rituálét megfogadjátok, és ezt leírjátok, és nem csak fejbe van, és majd jövő héten, majd biztos behozom, meg majd hóvégére ígért valaki. Tehát, hogyha ha magadat nem csapod be, és egyféleképpen tudod magadat nem becsapni, és ez a legfontosabb rész, hogy írd le, szembesítsd magadat. Igen. Ez egy nagyon-nagyon jó üzenet, és tudod, hogy hol gondolom, hogy hol lehet egyébként az elakadás? Hol? Én azt tapasztalom, hogy nincs meg az az akaraterő, és hogyha az akaraterő meg lenne, akkor az kitartás, hogy ezt csináljuk, mert szerintem nálam sem stimmel mindig. Tehát valahogy megvan az, hogy ezt meg akarom csinálni, megvan az, hogy így tudom megcsinálni, és lehet, hogy egy hétig csinálom, vagy egy hónapig, vagy egy évig, aztán utána van valamilyen pofon, vagy pofonok sorozata, és nincs meg az az akaraterő, hogy tovább csinálja az ember. Erre van esetleg valamilyen olyan saját megoldásod, amikor mondjuk nagyon lent voltál, vagy nagyon eleged volt, túl sok pofont kaptál, és mégis így át tudtál rendülni rajta. Nem pofonokat kapunk, visszamennék az első problémára. Tehát azért nem küzdötök, tehát azért nincs bennetek akaraterő, mert nincs célotok. Mert nem vagytok hajlandók nagy célt kitűzni. Tehát hány ismerősöd van, aki azt mondja, hogy én szeretnék évi 100 milliót keresni? Tudsz ilyenről? Kevés. Az biztos, hogy kevés. Szerintem egy se. Aki azt mondja, tehát van-e olyan barátod, aki azt mondja, hogy várjál, én nekem idén 100 millió összenyerességem, 6. ha szakad, ez a célom. Ilyen ismerősöd nincs. Tehát nem mertek számot sem mondani, mert szégyelitek a gazdagságot. Ez egy nagyon nagy probléma a te generációdban, hogy szégyelitek a gazdagságot. Nem, lassan már nem, hogy külvilág, magatok felé sem meritik kimondani, hogy ti gazdagok akartok lenni. Hogy most ezt tényleg nem akartok, vagy csak szégyelitek, ezt nem tudom. Tehát ti nem az élettől kaptok pofonokat, mert nem kaptok pofonokat, hanem magatoktól kaptok pofonokat, amikor azt mondjátok, hogy hát ne hozz már be több bevételt, mert akkor a világ trendjével megyek szembe. Tehát ez olyan, mint a fogyókúra, hogy fogyókúrázni az tud lefogyni, aki nagyon akarja. Ezek a divat fogyókúrázók, ezek jellemzően meddig fogyókúráznak? 2 napig. Aztán azt mondják, hogy nem kell. Tehát ha nincs olyan cél, tehát hogyha valakinek azt mondanák, hogy figyelj, 3 hónapon belül le kell fogynod 10 kilót. Ha nem, akkor lelövünk. Hány ember fogyna le 100-ból? Hát ott lenne motiváció, igen. Tehát, értesz? Értem. De hogyha az van, hogy fogyjál le, mert hát fogytam egy kicsit, most megint ettem egy sütét, aztán megint fogytam egy kicsit, tehát hogyha nincs célod, akkor nem éred el. És ez fölfelé is igaz a vállalkozásban, hogyha ha nincs az, hogy már pedig ezt a pénzt el kéne érnem, fordítsuk meg a dolgot, hogyha azt mondom neked, hogy figyelj, havi 10 millió bevételt kell elérni, hogyha nem éred el, hol végén előlek. Elérnéd? Valószínűleg igen. Lennének pofonok az életedben? Nem, sem. Milyen pofon? Hát megcsinálom. Tehát, hogy ha neked nincs motivációt, hogy sem a fogyásban, sem a vállalkozásban, ha nincs egy olyan félelmetes cél a végén, ami miatt mindent megcsinálsz, akkor minden egyes tüske az fölnagyítódik. Igen. Tehát mondod el, hogy akkor mondok még egy példát, hogyha bent vagy egy erdőbe, és üldöz a medve, akkor észreveszed, hogy belemegy egy tüske a kezedbe? Nem, menekülsz. De hogyha megyünk az erdőbe, jaj a család, akkor hirtelen hatalmas pofonokat ad az élet az erdőben. Igen, ez nagyon, igen. Jó? Tehát ez a problémátok, hogy nincs komoly cél, és ha nincs komoly célotok,
akkor igazából a legapróbb csalánycsípést is hatalmas pofonnak fogjátok, és azt mondtok, hogy fúj, erdő, innét soha többet, szaladjunk ki, és ott hagyjátok a vállalkozást. Érdekes, igen. Ez abszolút egy jó nézőpont. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az emberek többsége az könnyebben motiválható egy olyan dologgal, mint ugye, amit te is elmondtál, amitől fél. Tehát attól nyilván fél, hogy lelövik. Tehát, hogy azzal, hogy ott az élete véget ér, azzal könnyebben motiválható, mint azzal, hogy kapni fog egy új autót például a hónap végén, ha ezt megcsinálja. Igen, mert már van egy jó autója. Igen, igen. Jó, köszönöm szépen. Örülök. Utolsó kérdés, hogy mikor, tehát ez az időpont, amire kíváncsi vagyok, mikor döntötted el, hogy a kezedbe veszed életed irányítását? Ez egy nehéz kérdés. Ugye én még a régi rendszerben, a kommunizmusban éltem, amikor ennek más volt a hangsúlya. Tehát amikor egy diktatúrában megmondják, hogy mit csinálhatsz, mit nem csinálhatsz, akkor ez a kérdés itt számunkra értelmetlen volt, mert azt kell csinálni, amit a diktatúra mondott. De hogy azért ne válaszoljak is a kérdésre, én azt gondolom, hogy körülbelül 87-88-ban, mondjuk így 26-27 éves voltam, amikor eldöntöttem azt, hogy már pedig én gazdag leszek. Uh-huh. Még nem tudtam, hogy hogyan, még az is benne volt, hogy diszidálok, tehát hogyha nem borul meg a kommunizmus, akkor valószínűleg én nem itt élek. De körülbelül ez a kor volt, amikor azt mondtam, hogy ha törik, ha szakad, ha Magyarországon, ha külföldön, már pedig én gazdag és szabad leszek. Nem tudom, hogyha így kérdezed, akkor ez a válasz. Értem, ez volt a kérdés, és ez szerintem tök jó hír azoknak, akik mondjuk nem 18 évesek, hanem már itt járnak ilyen 25-26 környékén, hogy még nekik sincs veszve minden, ez az egyik. A másik, hogy ez nagyon tetszett, hogy azt mondod, hogy ha itt nem dőlt volna meg, akkor nem az van, hogy akkor te sírsz a sarokban, hanem akkor mész máshova és megcsinálod máshol. Ez így. Ez nagyon fontos szerintem, igen. Ez nagyon lényeges. És itt dől el az, hogy rajtunk múlik minden. Abszolút. És nem a kormányon, és nem azon, hogy olyan mit mond, és nem azon, hogy milyen adókat kell fizetnünk, hanem rajtunk. Ez abszolút így van. Tehát azt gondolom, hogy aki bárkire kent bármit, az a saját lustaságát fedezi ezzel. Abszolút. Én is. Jó. Nagyon köszönöm szépen, Tibor, hogy elfogadtad a meghívásomat és a válaszokat is. Remélem, hogy tanultatok sokat ebből. Találkozunk akkor reméljük még később. Köszönöm. Örömmel. Sziasztok. Köszönöm. Szép napot. Sziasztok.